Sziasztok, én Panni vagyok, és ahogy a címből is láthatjátok, ebben a videóban megmutatom nektek, hogy mi van a táskámban, pontosabban az iskolatáskámban, aki itt is ül mellettem éppen. Mivel nekem csak most kezdődik az iskola, méghozzá az egyetem, ahogy az előző videóban is mondtam, csak most jutottam el odáig, hogy összeszedjek magamnak iskolás dolgokat, meg hogy rendesen belepakoljak, úgyhogy ezért csak most és nem előző héten jött egy ilyen videó, de mindegy, szóval. Úgyhogy igyekszem nem túl sokat beszélni, kezdjük is. Először is bemutatom a hátizsákomat, így néz ki. Ez egy Fjallraven Kunken márkájú táska, és ilyen utána néztem, hogy kell kiejteni. Mellettem már van egy kis kitűző. És ezt a hátizsákot az Aptosztály oldaláról kaptam, ahol nagyon-nagyon sok minden van még egyébként, hátizsákok és ékszerek és lakberendezési dolgok, vagy mindenféle. Szóval a lényeg az, hogy be fogom linkelni nektek a leírásba, hogy hol tudjátok megtalálni az ilyen és hasonló hátizsákokat. Egyébként nagyon imádom, már volt, hogy ezzel mentem helyekre, és nagyon durván sok minden fér bele, annak ellenére, hogy nem tűnik olyan hatalmas méretnek. Na de kezdjük is! Kezdjük a kis zsebivel, mert van egy kis része és van egy nagy része. A kis részével fogjuk akkor tehát kezdeni, és igazából itt csak így bele vannak hajigálva dolgok, amik muszáj, hogy nálam legyenek mindig, mert különben meghalok. Vagy gyanús, hogy meghalok, hogyha ezek kellenének és nincsenek nálam. Fülhallgató elsősorban, szerintem ezt nem is kell magyaráznom. A telefonomat most nem raktam bele, mert ez elég egyértelmű, hogy mindig velem van. Aztán egy csomag zsepi, az főleg mostanában, nem tudom, hogy allergia, vagy megfázás, vagy mit tört rám, de ez fontos. A bérlet és egyéb irattartó kis cuccam. Ebben nagyon sok minden van elő a bérleteim, személyi adó, mindenféle kártya, és van még egy ilyen kis kőkert belépőm is, szóval mindenféle iratom, úgyhogy légy szíves, ne lopja le tőlem senki, mert nagyon-nagyon fontos lenne. Rágó. És általában ez a fajta rágó, ez a lila ervész, mert ez a kedvencem, ez a legfinomabb, és nézzük, szájápoló akármi, most éppen a jelenlegi az ez a Babylips rózsaszín és kék Babylips, hogyha kiszeradna a szám egyértelműen, akkor jól jön. Aztán kulcs, igen, eléggé dús kulcs tartom, hogy mondják ez, szóval eléggé sok minden dolga kulcstartómon, eleve hol is kezdődik ez? Igen. Egy darab kulcs van rajta, tehát ez lényeges. Van itt egy ilyen kis kő, ezt már nem emlékszem, hogy hol vettem. Ez a robogó, ez robából van. Ez a kis szíveske, még nagyon-nagyon rég, és ez igazából egy ilyen karabiner. Szóval én kinyithatós, nem tudom mennyire látszik, kinyithatós szívecske. És ezt a kanadásat pedig egy barátnőmtől, Doritól kaptam. Kanadából hozta. Térjük vissza a hátizsákhoz. És egy készfertőtlenítő. Igazából ez most csak épp jelenleg van a birtokomban, úgymond, mert általában nem nagyon szoktam készfertőtlenítőt venni, de hogyha veszek, akkor rájövök, hogy mindig jól jön. Kajálás előtt a városban, vagy csak úgy néha, vagy ki tudja, mihez nyúlkálok egész nap, úgyhogy jól jön, hogyha velem van. És ezzel ki is ült a kis zseb, és vissza is pakolok mindent a kis zsebbe. Lépjünk tovább a nagy rekeszre, szóval szét kell nyitni, és kitárul a táska belseje. Már azt az elején elmondom, hogy kaja most nincsen benne, nyilván mindig lesz nálam valami kaja, nasi vagy akármi, de most nem készítettem magamnak semmit, úgyhogy ezt képzeljétek ide, vagy ez is még itt van a többi cucc mellett. Egyébként pedig, na hát melyikkel kezdjem? Pénztárca. Áú! Ez fúri volt. Szóval egy pénztárca, nyilvánvaló okokból, van nálam. Egy bögre kávé. Ez szerintem egy bögre kávényi adag. Ezt is az Aptosztálytól kaptam. Egy ilyen kávés eseményük volt, és akkor onnan hoztam el. Ez egy ilyen nagyon cuki kávétartó. Azt hiszem, hogy 3 deci kávé fér bele, vagy úgy akármilyen ital. Hogyha ezt benyomom, akkor itt tudok belőle inni. Tolltartó, ez ugyanaz a tolltartó, amit tavaly is használtam a gimnázium utolsó évében, és még mindig ugyanúgy megvan tőle mindennel, mert bármikor kellhet, ez a sok minden. Amit meg szeretnék mutatni, ezek a szövegkijelölők, mert
nem annyira szeretem az olyan szövegkiemelőket, amik így irítálják az ember szemét, úgyhogy ezért is vettem olyan ilyen pasztel árnyalatúakat, amik egy kicsit kellemesebben néznek ki. Van egy lilám, egy zöldem és egy kékem, de egyébként még narancsárga, meg citromsárga, meg rúzsaszín is van szerintem a készleten. Vagyis hát a boltban, ahol vettem. Szóval igen, ezen kívül tűfilcek, kedvenc féle zseléstollam, ceruzák, navír, tűzőgép, ilyesmik vannak benne, úgyhogy ezt rejti ez a hatalmas tolltartó. Húsz! Oké. Okay. Mi van még nálam? Még valamit lejtek. Következő dolog, amit direkt csak a videó miatt készítettem el magamnak, egy kis tea ebben az üvegben, csak hogy lássátok, hogy mindig hidratált vagyok. Tudom, hogy ez nem sok, valószínűleg több ital lesz mindig nálam, de mivel mindig lesz valami innivaló benne, most is adtam bele, és amúgy ez finom. Vissza a táskához! Smink. Nem túl sok smink van nálam általában, csak egy púderecset, ami nem fér be a tartóba, és egy korrektor, mert egyszerűen nem bírom, hogyha a tükörben nézek és látom, hogy valami lejött, vagy már megint fénylik a homlokom, vagy ilyesmi, akkor csak egy hús és ennyi. A következő dolog, ami van a táskámban, vagyis a hátizsákomban, az egy testpermet, ez egy H&M-es testpermet, mimóza és... mimóza, ezt így mondjam, vagy erről is mimóza. És mézillatú. Nagyon-nagyon finom, és ez tudjátok, nem olyan erős illatú, magadra fújod és kész. Hogyha kisebb táska van nálam, akkor ez sajnos túl nagy ahhoz, hogy beleférjen, de ehhez a hátizsákhoz tökéletes. Általában van nálam egy könyv is, de az, az igazság, hogy van, hogy csak úgy hurcolom magammal és nem is olvasom, szóval az esetek nagy részében viszek magammal könyvet, attól függetlenül, hogy hova megyek, és az esetek 95%-ában nem lapozok bele, mert vagy annyira sok mindent csinálok, vagy annyira nincs olyan idő, amikor olvashatnék, igazából a buszon tervezek mindig olvasni, aztán állandóan elfelejtem. De a lényeg az, hogy nálam van, szóval a bűntudat az nem furtal, vagy a lelkiismeret, mert végül is viszem, és most a legújabb könyvet elkezdtem olvasni, az egy angol nyelvű, Enik, Jeff Abbott-tól, és még nagyon az elején tartok, kb. 2-3 fejezetet olvastam el belőle, de izginek tűnik, és ami nagyon könnyű, szóval annyira nem húzza le táskát a súlya. Hú, egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami nélkül tényleg meghalnék, az a határidő naplom, vagy ez az ilyen élettervező füzetem, akármicsodám. Ez a Joan Judy oldalról van, majd lelinkelem ezt is, és már ebbe elkezdtem írogatni, hogy melyik nap hánykor kivel találkozó, milyen esemény lesz, suliba mikor kell bemenni, miket kell vennem, azokat is felírom ide mind, valamint vannak ilyen részek, ilyen projekteknek, és akkor itt fel van írva, hogy videók, találkozók, Insta, akár még, valamint hátul még vannak ilyen vonalas részek, ahova elég sok mindent fel lehet jegyezni. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy nálam legyen, toll az persze van a tolltartóban, úgyhogy külön nem kell. És az utolsó dolog, ami megtalálható az iskolatáskámban, az természetesen az egyetemi mappám, amit még nem avattam fel, csak előkészítettem már az első tanítási napra. Minden utasításai alapján, mert ugye azt tudom, hogy gimnáziumban füzeteket használtam minden órára, de nem tudtam, hogy itt mi lenne előnyös, úgyhogy mutatom is, hogy ő mit tanácsolt nekem, tehát mappa. Ez egy ilyen puha fedelű gyűrűs mappa, 2 darab gyűrű van benne, jobb lenne, hogyha 4 lenne, de csak 2 van. Ezt a Tigerben vettem 600 forintért, szóval elég olcsó. És vannak benne elválasztó lapok minden egyes tantárgyhoz, amiből nekem 8 van, és ezért 4 darab színes lapot vettem. Ezek mind ilyen vastagabb, hogy hívják ezt, fotókarton lapok. És azokból vágtam ki A4-es méretű lapokat, vagyis hát kicsit nagyobbakat, mert egy fül is kellett nekik. Tehát ezt tulajdonképpen magamnak csináltam, mert ami a boltban volt, ilyen sima elválasztó lap, az nagyon nem tetszett, ilyen alapszínek, az nekem nem, szóval én ezeket a szép pasztelszíneket választottam. Egy narancsárga, egy szürke, egy lila és egy vanília színű, és vannak hozzá, vagyis hát vettem még én külön vonalas lapokat, amik befűzhetők. Tehát mindig, amilyen napon, amilyen órán van, azt berakom, és akkor megy a lapokat, és ennyi, ez a terv, remélem, hogy működni fog, én bízom abban, hogy Lina engem jó tanácsokkal látott el. Ennyi. Hú. Annak ellenére, hogy nem volt túl sok minden a hátizsákomon, úgy érzem, hogy ez egy viszonylag hosszú videó lett, amit sajnálok, bocsánat, hogy ennyit dumálok állandóan,
De remélem, hogy ennek ellenére tetszett nektek a videó, ami végül is vehető back to school is, de vehető csak egy sima, mivel a táskám van videónak, mert általában nem nagyon szoktunk csinálni ilyen basic videókat, de mivel sokan szoktátok kérdezni, gondoltuk, hogy annyira nem is lenne rossz ötlet, hogyha mondjuk teljesítenénk pár kívánságot, meg amúgy szerintem elég érdekes, hogy mi lehet valakinek a hátizsákjában. Tök extra dolgok. Szóval nagyon sok sikert kívánok mindenkinek ehhez a tanévhez, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!